Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió március 19-i csütörtök esti híradója már is kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket röviden. Gazdasági intézkedések. Több sürgős határozatról döntött szerdán a kormány, a magánszemélyeket és a vállalkozásokat segítenék. Otthoni iskola. Kreatív eszközökkel élnek az online tanórákon a pedagógusok. Újabb bajai olimpikon. Gálos Rolandnak remekül sikerült az olimpiai kvalifikációs verseny. Újabb fertőzötteket regisztráltak Magyarországon. Tegnap óta 15 új beteget vettek nyilvántartásba, így a számláló 73-ra emelkedett, írja a koronavírus.gov.hu weboldal. A vészhelyzet kihirdetése óta a kormány több rendkívüli intézkedést tett a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében. Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a kormányülés szünetében egy rendkívüli bejelentést tett a közösségi oldalán, amelyben a koronavírus járvány miatt hozott gazdasági és munkahelyvédelmi intézkedéseket ismertette. A kormányzati információs honlapon közölt adatok szerint az országban több mint 2300 mintavétel történt, a betegségből eddig ketten gyógyultak meg. Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, nagyon sok idős ember nem tartja be a rájuk vonatkozó intézkedéseket, ami nagy hiba, ugyanis a fertőzés rájuk a legveszélyesebb. Az országos tisztifőorvos a sajtótájékoztatón a fiatalok helyzetére is kitért. Az oktatás nem maradt abba, csak más formában történik. Rengetegen sétálgatnak csoportosan, amint szintén látható, és tekintettel arra, hogy a szórakozóhelyek korlátozottakká váltak, házi bulikat rendeznek. Tisztelettel kérem, hogy ne tegyék. A vészhelyzet időszakában a kormány újabb döntéseket hozott, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülés szünetében jelentett be. A több pontos gazdasági intézkedés csomag az első és legsürgetőbb döntéseket tartalmazza, mondta a miniszterelnök. A rendeletek között szerepel, hogy a magánszemélyek és vállalkozások szerdáig megkötött hiteleinek, tőke és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztik. A rövid lejáratú vállalkozási hiteleket június 30-ig meghosszabbítják. A csütörtöktől felvett új fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját, a THM-et a jegybanki alapkamat plusz 5%-ban maximalizálja. Súlyos gondokkal küzdő szektor a turizmus, a vendéglátás, a szórakoztatóipar, a sport és a kulturális szolgáltatások, a személyszállítás, vagyis a taxisok munkája is. Itt, ebben a körben, ezekben a szektorokban a munkáltatók járulék fizetési kötelezettségét teljes egészében elengedjük, a munkavállalók járulékát jelentősen csökkentjük, nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, és az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken. Mindez egyelőre június 30-áig. A miniszterelnök hozzátette, a KATA szerinti adózó taxisok általányadó szerinti fizetési kötelezettségét június 30-ig elengedik, illetve a turizmus fejlesztési hozzájárulást is. A munkavállalási szabályokat rugalmasabbá teszik, hogy a munkaadók és a munkavállalók könnyebben meg tudjanak egyezni egymással. Tovább gyengült a forint, szerdán 355 forintig szaladt az euró ára. Csütörtök reggel közel 360 forintig ment fel az euró ára. Ilyen gyenge még nem volt a forint soha. A devizapiacon a 2008-as gazdasági világválsághoz hasonló mértékű árfolyam ingadozás sem elképzelhetetlen. Az üzemanyagok ára is újabb 10 forinttal esik. A benzinára március 11-e óta összesen 47 forinttal, míg a gázolaj ára összesen 41 forinttal csökkent. Az olajár zuhanása a hazai üzemanyagárakra is hatással van. Péntektől ismét nagy árcsökkenés jön. A benzin és a gázolaj ára is 10 forinttal csökken, írja a Portfólió.
a 95-ös benzinliterenkénti átlagára, így 318 forintra, míg a gázolaj 335 forintra csökken. Az Infostart számításai szerint hamarosan lesz olyan töltőállomás, ahol 300 forint alá esik a benzinára. Vasárnaptól változik az egyházi szertartások menete. A templomokban, imaházakban nem tarthatnak nyilvános istentiszteletet a papok, lelkészek. Híradónk a négy nagy bajai keresztény felekezet vezetőit kérdezte a következő hetek gyakorlatáról. A koronavírus fertőzés veszélye miatt a Duna és mellékvizeinek magyarországi szakaszán minden kabinos személyszállító hajóról tilos kiszállni, azzal kikötni és horgonyozni. A kabinos személyhajók részére csak a tranzitforgalomban történő áthajózás engedélyezett Magyarország területén. Minden olyan teherhajónak tilos a kikötés, amely nem rakodik ki magyar területen. A tranzitforgalomban közlekedő teherhajók számára megengedett, hogy a Duna és mellékvizei veszteglőhelyeit használják, amennyiben a kötelező pihenőidő kivétele ezt szükségessé teszi. Magyarország területén tilos a hajó személyzetének ki- és beszállni. A vízi úton, a veszteglőhelyeken, valamint a kikötőkben is tilos a személyzet cseréje. Magyar állampolgárok hazatérése, a hajóról történő kiszállása megengedett az egészségügyi előírások betartása mellett. Ahogy arról már a hét elején beszámoltunk, március 16-ától az iskolákban a tantermen kívüli digitális oktatás váltotta fel a korábbi munkarendet. A határozat értelmében hétfőtől a pedagógusok interneten keresztül digitális eszközök segítségével adják át a tananyagot a diákoknak. A tanulási folyamat biztosítása érdekében az oktatók az órarendnek megfelelően állítják össze a napi feladatokat. Szokatlanul nagy a csend az Eötvös József Általános Iskolában. Hétfőn életbe lépett a digitális oktatás, így az intézmény több mint 400 tanulója határozatlan ideig otthon készül fel a tantárgyakból. Radnóti Miklós azt mondja, bár rövid idő alatt kellett átállniuk a tantermen kívüli oktatásra, a pedagógusok és a diákok is pozitívan viszonyultak a változáshoz. Az igazgató szerint a következő időszakban arra kell törekedni, hogy az online térben is a diák képességeinek megfelelő feladatokat adjanak a pedagógusok. Azt gondolom, hogy a számonkérés és az ellenőrzés megléte mellett az értékelést például maximum egy megfelelt és egy nem megfelelt szintre kell lehozni. Érdemjeggyel történő értékelés az abszolút nem releváns, hiszen nem tudhatjuk azt, hogy egy adott tanuló segítséggel, milyen segítséggel, hogy oldja meg a feladatot. A tanárok igyekeznek az órarend alapján leadni a napi tananyagot. Az eine Banane. Lecker und gesund. Mila, top. Sehr gut. Dori, was hast du heute schon gemacht? A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában is igyekeznek alkalmazkodni a kialakult helyzethez az oktatók, a tanórákat gyakran videóüzenet segítségével tartják meg. Az intézményben mindenki számára biztosítják a megfelelő eszközöket, mondta Sauter Terézia. Az MNMK-nak az alapvető programját, ha két szóban szeretném összefoglalni, akkor az a hagyomány és az innováció. Ezekben a nehéz időkben most a hagyomány egy picit háttérbe szorul, a hagyományos oktatási formák, vagy a hagyományápolásnak a formái, amelyek rendezvényekkel valósulnak meg, vagy éppen utazásokkal valósulnak meg. Most teljes mértékben az innováció kerül előtérbe, mégpedig az, hogy mindenkinek a digitális kompetenciáit fejlesszük, hogy az eszközöket rendelkezésre bocsássuk, és hogy ezt a nagy kihívást amennyire lehet jól megoldjuk. Németországban már több mint 8000 fertőzöttet regisztráltak, így a magyar szigorításokhoz hasonlóan több tartományban bezárták az óvodákat és iskolákat. Erről az intézmény német igazgatóját kérdeztük. Németországban is hasonló a helyzet. Az egyes tartományokban kijárási tilalmat rendeltek el, és az iskolák is átálltak a digitális oktatásra. Ez a szituáció szinte egész Európában megfigyelhető. A mi iskolánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy tapasztalatot cserélhetünk a külföldi partnerintézményekkel. Így sok hasznos információt tudunk megosztani egymással a digitális oktatással kapcsolatban.
Egyre több tanulást segítő tartalom érhető el a világhálón, amelyek kiegészíthetik a pedagógusok által elküldött tananyagot. Babics Mihály, Jónás könyve. Mondd az Úr Jónásnak, kelj fel és menni mivébe. Ilyen a Művészek az otthoni oktatásért kezdeményezés is, amelyben ismert színészek olvasnak fel a tananyagban szereplő verseket és kötelező olvasmányokat. Így például Kamarás Iván vagy Csúlya Imre tolmácsolásában hallhatják a diákok az irodalom óráról ismert műveket. Szerdára a bajai önkormányzat lezárta az összes játszóteret és szabadtéri fitnessparkot. A koronavírus fertőzés veszélye miatt további rendelkezésig bezárnak a kültéri közösségi helyszínek, így az ott található eszközök használata is tilos. Nyirati Klára polgármester ismét hangsúlyozta, most a legfontosabb az intézkedések betartása, ezzel is vigyázva önmagunk és mások egészségére, kerülve a fertőzés veszélyt. A lezárást a rendőrség és a bajai polgármesteri hivatal városrendészeti irodájának közterületfelügyelői ellenőrzik. Március 22-e vasárnaptól nem tartanak nyilvános istentiszteletet, bibliaórát és ünnepi szertartásokat a keresztény felekezetek. A következő hetekben arra kérik a gyülekezetek tagjait, hogy otthonukban imádkozzanak. A templomok kapui nyitva maradnak, de az istentiszteleteket a rádióban, illetve a televízió vagy a számítógép képernyőjén követhetik majd a hazai hívek. Nagyböjt negyedik vasárnapjától az előírások szerint nem tarthatnak nyilvános istentiszteleteket a felekezetek Magyarországon. Bár a megszokott közösségi terekben nem találkozhatnak a testvérek, de ettől függetlenül az egyházi élet nem áll meg, mondta híradónknak Bán Béla református lelkipásztor. A legmagasabb egyházi szintről egy olyan kérés érkezett le minden helyi közösséghez, hogy bizonytalan, így is lehet mondani határozatlan ideig minden közösségi alkalmat szüneteltessünk. Ez esetünkben Baján azt jelenti, hogy a megszokott közösségi terekben, így itt a templomban, vagy akár a gyülekezeti házunkban nem tartunk liturgikus alkalmakat. Az egyházi törvénykönyv előírásai szerint a megyés püspök felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvételi kötelezettség alól. Fekete Szabolcs esperes plébános azt mondja, a keresztelőket és az esküvőket is elhalasztják, a temetéseket pedig csak szigorú szabályok szerint végezhetik. Röviden és kis létszámban kell ezeket végezni, tehát kérni kell a hozzátartozókat, hogy csak a legszűkebb gyászolókör vegyen részt a szertartáson, rövidítve kell tartani, és nyilvánvalóan a hatósági előírások szerint kerülendő ott is a zárt tér használata, tehát amennyiben az időjárás engedi, akkor nyílt téren legyen a ravatal, illetve a hantolás is, nehogy az legyen, hogy a zárt tér következtében a fertőzés kockázata megnövekszik. A papok a súlyos betegeket meglátogathatják otthonukban, de a járványügyi előírásokat ez esetben is be kell tartani. A héttanórákat is megtartják a gyerekeknek a digitális anyagok segítségével. A bajai evangélikus templomban vasárnaponként tartanak istentiszteletet, csütörtökön pedig imaórát, most ezek is elmaradnak. Kovács László szerint fontos, hogy a kényszerhelyzet jó oldalát is meglássuk. Amit túlél az ember, az megerősíti. Hát biztos, hogy nem csak fizikai megerősödésről van itt szó. Azt látjuk, azt reméljük, hogy olyan egészen más a komfortzónánkat elhagyni kényszerülő, ám de mégis az életünkhöz korábban jobban hozzátartozó történetek, mint a családi otthonlét, együttlét, kicsit más jellegű elfoglaltságok. Reméljük, hogy egy kicsit összehozzák a közösségeket, családokat, nem csak virtuálisan természetesen. Lados István január vége óta teljesíti szolgálatát Baján és a város körzetében. A baptista lelkipásztor azt mondja, a több mint 100 fős gyülekezettel a tervek szerint az online térben találkoznak a következő hetekben. Most dolgozunk azon, hogy internet elérésen is fent legyenek az alkalmaink, istentiszteleteink, úgyhogy vasárnap és szerdán lesznek online is elérhetőek az, a Biblia magyarázataink és istentiszteleteink, de ezt is úgy lesz, hogy én vagy esetleg még az előjárótársaim fogják majd az igét hirdetni, meg beszélgetni fogunk.
A baptista lelkipásztor hozzátette, az idős gyülekezeti tagoknak segítenek a bevásárlásban, vagy az ebédházhoz szállításában. Az önkéntes munkát pedig a bajai önkormányzat felé is felajánlják. Olimpiai kvótát szerzett Gálos Roland. A mogyi felsővárosi ökölvívó ese kiválósága sikeresen vette a londoni kvalifikációs verseny minden mérkőzését, így jegyet váltott a 2020-as tokiói olimpiára. Roli gyermekkori álma vált ezzel valóra. Gálos Roland egészen fiatalon ismerkedett meg a bokszal, édesapja nyomdokait követve nem is volt kérdés, hogy melyik sportágat választja majd. Alig néhány éve ütötte még csak a bogzsákot, amikor már érkeztek is az első sikerek, majd egyre komolyabb versenyeken is ringbe szállt. Egészen fiatal kora óta tudta, hogy mit vár el magától, meddig szeretne eljutni a sportban. Roland legnagyobb motiválója, édesapja mellett a testvére Viktor volt, akivel utánpótlás éveik alatt végig egymás mellett voltak. Roli mindent mellőzve, egy nappal látéve készült a rangosabbnál rangosabb versenyekre, aminek gyümölcse most érett be. Gyakorlatilag a 20 év munkájáról beszélhetünk most, ami elérkezett a csúcsára. Ugye Roland az 5-7 évesen kezdett el boxolni, rengeteg lemondás, rengeteg munka van benne, és hát sikerült ez a kvalifikációs torna. Jelenleg ugye egyedüli olimpikonként az ökölvívásba, Bajavárosban, meg ugye a Bajaváros történetébe az egyedüli ökölvívó olimpikonja van most jelenleg Bajának, aminek nagyon örülünk. Március közepén Angliába utazott a Gálos páros a magyar ökölvívó válogatott tagjaként, ahol a tét nem kevesebb volt, mint a nyári ötkarikás játékokon való részvétel. A bajai kiválóság súlycsoportjában 30 boxoló volt jelen a megmérettetésen, így nem sok lehetősége adódott a hibázásra. Roli remekül vette az akadályokat, és hibátlan mutatóval zárta a kvalifikációs tornát. Egy bosnyák sráccal boxoltam, akit 3-2-es pontozással tudtam megverni. Utána volt egy nap pihenőm, és utána hétfőn 16-án már a kvótájé boxoltam egy finn sráccal, az Ártán Katajevval, akivel már 2018-ban Bundesligán is már boxoltam, ott sajnos 2-es pontozással tőle kikaptam. De most itt mindent föltettem egy lapra, úgyhogy beleadtam itt mindent, és úgyhogy sikerült egy nagyobb pontozással megvernem, és akkor így sikerült kiírtam a 2020-as tokiói olimpiára. Roli elsőként szerzett olimpiai kvótát a magyar boxolók közül, ami külön nagy dicsőséget jelent számára. Az biztos, hogy a bajai sportoló számára emlékezetes nyár következik, hiszen az olimpiai szereplés mellett az első gyermeke is hamarosan érkezik. Gálos Roland teljesítménye példaértékű lehet a többi fiatal sportoló számára is, hiszen a céltudatos munka és a küzdeni akarás mindig meghozza az eredményt. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Gazdasági intézkedések. Több sürgős határozatról döntött szerdán a kormány, a magánszemélyeket és a vállalkozásokat segítenék. Otthoni iskola. Kreatív eszközökkel élnek az online tanórákon a pedagógusok. Újabb bajai olimpikon. Gálos Rolandnak remekül sikerült az olimpiai kvalifikációs verseny. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Én köszönöm figyelmüket, jó egészséget és szép estét kívánok. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Holnap is sok napsütésben lesz részünk. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de pénteken Borsodban és környékén egy-egy futózápor előfordulhat. Szintén pénteken Sopron körül megélénkülhet a déli szél, egyébként mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 7 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.